a hosszú eszén dolgoznak a Vasvári Pál gimnázium végzősei. Idén a töri érettségi ezen részében az erdélyi fejedelemségről vagy a gazdasági rendszer változtatásról kellett írniuk a diákoknak. De a vizsgák első részében témaként szerepelt a rövid feladatok közt a kereszténység elterjedése, a barokk stílus és az ipari forradalom is. Ezen kívül a diákoknak egyebek mellett Hunyadi Mátyással és a Horthy korszakkal kapcsolatos kérdésekre is válaszolniuk kellett. Sokan már a rendelkezésre álló idő előtt egy órával végeztek a feladatsorral. Túlélete volt, látja, túléltem. Szóval, és hát körülbelül így a magyar történelmet azt jobban, azt erőteljesebben kérdezték. Az esszé témák voltak kicsit nehezebbek, vagy azok nagyobb küldetéssel járítottak szerintem mindenkit. A Vasváriból 5 osztály, több mint 150 diák írt érettségit szerdán történelemből. Az első rész az én véleményem szerint az egy könnyebben megoldható, és az ugye a magyar történelemre épülő feladatsor volt, ami közelebb áll a diákokhoz. A második részben, az esszében ott ugye források alapján kell ezt megfogalmazni, de azért azok a témák azért nehezek, sok mindenben erről szót kell ejteni ezekben az esszékben. Az érettségi a csütörtöki napon idegen nyelvi vizsgákkal folytatódik. A Vasváriban ezen a napon igazi nagy üzem lesz, hiszen a középszinten érettségizők mellett 300 emelt szinten vizsgázó diákot is várnak majd ide.